hagyomány folytatódik. Tizedik alkalommal szervezett az Együtt Felső Zsolcáért Egyesület fáklyás felvonulást. Mint ahogyan azt önök is látják, idén is nagyon sokan csatlakoztak a felvonuláshoz. A szokások szerint a felvonulás végén a résztvevők még májusfát is állítanak. Kell az embereknek egy kis kellemes szórakozás, és mint május elseje előtti nap van, ilyenkor természetesen egy kis hangulatot szívesen vesznek az emberek, látható módon gyerekek is, felnőttek is, szinte évre, minden évben úgy látom, nagyon sok új arcot is látok persze, de régiek is, úgyhogy hála az égnek, ezt meg mindig meg fogjuk csinálni ezután is. Nagyon örülünk annak, hogy most már 10. éve meg tudjuk rendezni folyamatosan ezeket a fáklyás felvonulásokat, azt követő ma jár is, és azt látjuk, hogy egyre többen vagyunk itt, és egyre több fiatal van, és ez külön öröm. Hát végül is azt a hagyományt igyekszünk bevezetni, illetve tovább folytatni itt Felsőzsolcán, ami valamikor még réges-régen a 19. század elején még az egyház is törvénnyel vezette be, hogy a fényt az emberek felé, hogy boldogságot sugározzanak és örömet sugározzanak az emberek felé. Ezt szeretnénk mi is itt elérni. Most is, eddig is, meg a jövőben is. Voltak olyanok, akik először is, olyanok is, akik minden évben csatlakoznak a felvonulókhoz. Mint mondják, közösségteremtő hagyománya Felsőzsolcának a majális előprogramja. Nekünk ez az első felsőzsolcai ilyen túránk. Most fogunk ide költözni igazából Zsolcára. Közösségépítő mindenképp. Most vagyok itt először, és ez nagyon tetszik nekem most. Én meg a nyugdíjas klubban vagyok. Minden évben jövünk, és ez nagyon jó. Ez egy olyan romantikus, meg régi, hát nem tudom. A május elseje az mindig gyönyörű. Még a második alkalommal csak, de nem fogjuk elhalasztani soha többet, mert nagyon jól érezzük magunkat. Együtt vagyunk, Zsolcán, ez egy nagyon jó dolog. Ismerősök, meg akit nem is ismerünk, azokkal is szívesen együtt vagyunk, nagyon jó. Több mint fél százan csatlakoztak a felvonuláshoz. Fiatalok és idősek babakocsiban vagy biciklivel kísérték énekelve a zenészeket. Mit játszottunk? Hát amit úgy gondoltuk, hogy ide való, hát a magyar népdalokat, a magyar nótákat játszottunk inkább. Ugye Mété, itt mindenki meglett emberek voltak egy ilyen szép ünnepélyen, és ami a régen is szokás volt a május elsőjén, meg nem csak május elsőjén, mindenféle rendezvényeken, nóták. És mi próbáltuk, és most mondom meg először, tehát próba nélkül, ezzel a kedves harmonikással soha nem játszottunk együtt, de tudtuk, hogy ő jó zenész, hát én amilyen vagyok, olyan vagyok, játszottunk, és nagyon örülök, hogy hát itt lehettem, mivel láttam, hogy az embereknek a szemébe hoztam egy kis könnyedséget, egy kis örömet hoztam, és örülök, mert jártunk adni, májusi éjszakán jártunk adni szerenádat, és most egy kicsit bemondom, szeretnék május éjszakáját letépni minden orvonát. Hát ez volt, ennek van tovább is, sajnos ma már megszűnt, ma már csak a számítógép. Hát ez van, kedves, és én örülök, hogy játszottam, és itt vannak ezek az emberek, és örülök, hogy jól érzik magukat. Mivel május 1-e szerdára esik, így csak jövő heti adásunkban láthatnak hosszabb összefoglalót a majális programjáról, a sportversenyről, a főzőversenyekről. Tartsanak velünk akkor is!